Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ez már a harmadik Retro Stars-os pack openingünk. Viszont én ebben a részben azért remélem, hogy most már tényleg kapni fogunk egy jó játékost, hiszen volt az a garantált 96 pluszos pack, amit én ki is nyitottam videón kívül, és hát egy 96-os Filipet kaptam, aki egyébként nagyon OP, és a statokból is látszik, hogy rettentő jó játékos ingame-ben is, és én őt használtam a, hát ezeken az eventes VS adtak játékokba, és hát egyszerűen brutálisan jó játékos. De én ennek ellenére be fogom rakni az SBC-be, hiszen az eventen kívül mást nem nagyon tudok csinálni vele. Úgyhogy hát fájó szívvel, de muszáj. És hát sajnálom, Filip, tényleg egy nagyon jó játékosról van szó, de ez van. Jó, most kaptunk 500 darab fénypontot, ami ez már így magába kettő darab Team of the Season packre elég is, de mindjárt kinyissuk ezt az 5 darab packet, és lehet, hogy akár 4 darab Team of the Season packet is ki fogunk tudni nyitni. Szóval, hogyha ebben a részben nem nyitunk semmi Retro Stars játékost, akkor semmiben nem fogunk, de tényleg. Na, nézzük az első retro packet. Hát 30 darab fénypontot tartalmazott. Elég szar kezdés, hogy őszinte legyek. Következő packben 80 darab fénypont van. Ez viszont már jó. 80, amíg többet egyébként nem is kaptam. És most sem fogok, viszont jó van, 80 az nem rossz. Viszont retro pontot azt még nem kaptunk. És igen, 25 fénypont. Utolsó pack, nézzük. És nem, egyszerűen nem ad retro pontot. Nem adott, kész. Ennyi, hát minek az nekem? Minek az? Mondjátok meg, minek az nekem? Hát a helyzet az, hogy 3 darab Team of the Season pack kijön ebből a 900 darab fénypontból, és nyilván kijöhet akár 4 darab ilyen is, vagy bármelyik másfajta pack, de én még mindig amellett döntök, hogy akkor inkább a Team of the Season packekre költsök a pontokat. Nézzük az elsőt. Az első Team of the Season packünk tartalmaz egy Casemirót és egy Fekirt. Csodálatos. Csodálatos. Következő. Legalább azt érjük már el, hogy egy Mastert adjon-e tényleg. Sem. Oké. Milinkovic is. Oké. És jön a harmadik, az utolsó. Ami nem ad semmit. Hát, na jól van, jól van. Már megint ez a szarrakás, Savic. Hát ez... Hát ilyen nincs. Most erről fog szólni ez a videó? Tényleg erről kell, hogy szóljon, hogy minden egyes részbe fejlegesítem magam ez a szar miatt. Tudjátok mit? Nyomjuk el ezt, és kit érdekel? És ez sem adott semmit. Jól van, ez a beszéd szép, gyönyörű játék. Na mindegy, majd 3 nap múlva azért. Ettől függetlenül még ki fogjuk nyitni azt a maradék 5 packet, és szerintem én leszarom az eventet, tehát úgy egészen konkrétan le fogom szarni. Kigyűjtöm még azt a 250 pontot, most 221 van. Elnyissuk a packeket, és nekem ennyi volt az event, mert én nem fogok ezzel szarakodni.
Na srácok, ismét itt vagyunk, és tudunk nyitni pekkeket. Az előző, vagyis hát a videó előző részében én azt mondtam, hogy elegem van ebből az eventből, és összegyűjtöm a 250 pontot, és abba hagyom teljesen, de hát összegyűjtöttem a 250 pontot, csak éppen nem nagyon tudtam megállni. Szóval hát igen, láthatjátok, újra van 500 pontom, szóval folytatjuk ezt a minőségi eventet. Viszont én most úgy döntöttem, hogy hanyagolni fogom most már a Team of the Season packet, és inkább másfajta packeket fogok nyitni, például ezt a karniválosat is megpróbálom lehetséges, vagy a lunárosat. Szóval nézzük a packeket. Jó van, az első pack az 50 darab fénypontot tartalmazott. Jön a következő, gyorsan ledereljük ezt az 5 packet. 25 szokásos. Jó, akkor a következő az adott egy retro pontot és egy 25 fénypontot. Lunár, na, az nem is rossz. Abból még lehet valami. Nézzük a következőt. Semmi, és azt tudom, hogy 25 fénypont, ez igen. Utolsó. És, na jó, na. De most srácok, most... Oké, hogy idegesítő, hogy minden részben régyelek, de most ez mi komolyan mondom, ha megint 5 packből 4 adott 25 fénypontot. Vicc kategória. Na nézzük akkor inkább ezt a Lunar Packet, hát ad valamit. És persze, hogy nem. Sanzo meg egy Shellke. Gyönyörű pack, óriási. Ez óriási pack volt. Ilyet nem, vagyis de eladhatóak, viszont igen, a Master of Spawn nem eladható ebből a fajta eventes kártyákból. Most nyitottunk egy Lunar packet, amivel nem igazán volt szerencsénk, és hát az a baj, hogy a Carnival packben nagyon sok az ilyen kis rétingű játékos, és kevés a nagyobb, szóval kevesebb az esélyünk jót nyitni. Nyissunk még egyet, aztán ez van, hogyha nem kapunk megint csak semmit. Na nézzük, és persze, hogy Sanzon, azt hittem megint sárga, de ez még szarabb. Hát köszönöm szépen, kedves e-sport. Zárójelben a kurva anyád. Na mindegy, srácok, hát ez van. Én vagyok a hülye, mert lejátszom ezt az eventet, de... Na mindegy, srácok, tudjátok, ilyenkor mindig az van, hogy mi van, ha most beadja meg, értitek. Tehát biztos, hogy ti is így vagytok vele, hogy szívetek szerint nem játszanátok le, mert olyan ritka szar, de mégiscsak ott van az, a mi lenne, ha most az egyszer még megpróbálnám, aztán beadjam, vagy nem. Na mindegy, srácok, hát... Egy rész még fog jönni ebből az eventből, mert 8 nap van hátra, magyarul kijön még 2 refresh, akkor még mindig kéne 250 pontot szereznem, jaj ne. Na jó van. Szóval egy rész még fog jönni, illetve tervezek egy ilyen eventes összegző videót is, amiben a véleményemet kicsit részletesebben fogom elmondani az eventről. Ez még nem biztos, de hát erősen érik. Na jól van, srácok, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!